Pedagógiai szempontból szinte minden gyerek egyforma. Mégis a mai napon a Batthyány Kázmér Általános Iskolában bizonyos érdeklődési csoportú gyermekek jöttek össze. Milyen témakörben tartanak ma előadást a Batthyány iskolában? Hát itt a gyerekek most háromféle témakörben, csoportban dolgoznak majd. Az egyik témakör a környezetvédelmi csoport, ők már eleve egy ilyen tematika szerint haladtak ebben a tehetségprogramban. És itt tulajdonképpen ilyen nanotechnológiai módszereket fogunk megvalósítani, mert a tisztításnak most egy nagyon-nagyon korszerű eszköze a nanotechnológia. Ez olyan félelmetesen hangzik, de nagyon érdekes játékos építménnyel fogjuk ezt megvalósítani, és itt természetes energiaforrásokat építünk, szélkereket, vízimalmot, és a gyerekek saját kreativitásuk alapján fognak ilyen mozgószerkezeteket fantáziájuk szerint megépíteni, amit széllel vagy bármivel működtetni lehet. Ez a környezetvédelmi csoport. Van a másik csoport, a számítástechnikai programozó csoport. Egy nagyon érdekes, újszerű programmal találkoznak a gyerekek, talán itt Magyarországon az elsők között, mert megjelent egy nagyon érdekes kis mini számítógép, a BBC Microbit. Angliában most minden 7. osztályos gyerek ezzel tanul programozni, ez egy nagy szenzáció. És most itt a siklósi gyerekek ezzel fognak megismerkedni, ezt fogják programozni a nap folyamán. Nagyon érdekes kis érzékelőkkel, egy nagyon egyszerű kis mini számítógép, amiben a robotikával is ismerkednek. A harmadik csoportban pedig egy designer csoport, akik a számítógép segítségével egy nagyon érdekes programmal gyönyörű csempészéseket és mintázatokat fognak programozni, nagyon szép mintákat alakítanak ki. Dr. Stettner Eleonora, a Kaposvári Egyetem matematika-fizika tanszékének vezetője fogja őket megtanítani erre. Nagyon szép alkotások fognak születni várhatóan. Az előző a Microbit csoportban Vecsei Ákos, villamosmérnök, az ÉlményMűhely robotikusa, és az első csoportban még azt elmondanám, hogy ott pedig egy koreai eszközzel fognak a gyerekek modellezni, ami még Európában nem nagyon felelhető, és ez újdonság is ebből a szempontból az ÉlményMűhely eszköztárában is. Milyen programnak a keretében valósul meg ez a három remek élményműhely itt ma Siklóson? Hát ez a Nemzeti Tehetség Program keretében az iskolának köszönhetően, az igazgató úr támogatásának, Fehér Laurának és Nagyváradi Henriettának, hogy velük közösen tudtuk ezt a pályázatot megvalósítani, és már 2 évvel ezelőtt is ennek a pályázatnak a keretében voltunk itt, és hát most megint ez sikerült. Hogyan tudnak profitálni a diákok ebből az itt megszerzett tudásból, hogyan tudják beépíteni a mindennapjaikba, esetleg a tanulmányaikba? Igazából játékosan fognak teljesen új ismeretekkel is találkozni, miközben azért elhangzanak olyan fogalmak és olyan tevékenységek, amik pedig az ilyen szaktantárgyakra bontott magyar oktatásrendszerben megjelenik. És biztosan lesznek a gyerekeknek ilyen aha élményei, hogy a tankönyvben már megtanult esetleg szigorú szabályszerűségek hogyan érvényesülnek a mindennapokban és magában az alkalmazásban. Egyrészt így, hogy a már megtanult szabályszerűségeket fogják alkalmazni, azon kívül pedig teljesen új összefüggéseket is felfedezhetnek, ami a kémia, matematika, fizika, természetvédelem tantárgyakban nagyon sokat fogja őket segíteni szerintem. Ha kedvet kapnak a diákok a további kísérletezéshez, hol tehetik mindezt? Hát az ÉlményMűhely mozgalom az egy nemzetközi mozgalom, és nagyon sokfelé járunk, de például a pécsi Zsolnai negyedben, a kulturális negyedben minden hónapban van élményműhely program, amelyre nagyon sok szeretettel várjuk a gyerekeket. Azon kívül a Pollák Műszaki Egyetemen is van programunk, ahol tavaly is ott voltak vendégként az iskolának, ennek az iskolának a diákjai, és újra várjuk őket szeretettel. És hát számtalan program, a honlapon lehet tájékozódni erről.